Sziasztok, a Garden Coworking jelentkezik a 2018-as Ütős Fesztiválról. Itt ül mellettem Kis G. László, az előbb lett vége a Kis G. Full Jazz Trio együttes koncertjének, amit csak erre az alkalomra hoztak össze, és föl is vettem belőle, úgyhogy itt fönn tudtok majd ráklikkelni, hogy megnézzétek a videót. Hogy van az, hogy négyen voltatok a színpadon, de triónak hívjátok magatokat? Hát a cél az volt, hogy a Kelemen Angelikát, mint énekesnőt kísérjük, és így rakjunk össze egy produkciót. És a trió, a zenekar a trió formációba kísérte őt, tehát tulajdonképpen trió volt ő, mint vendégként vett részt ezen a koncerten. Egy másik formációval is felléptél a fesztiválon, tudnál erről mondani valamit? Igen, egy nagyon érdekes, újszerű produkció, próbálkozás, a Double Bass Project, ez egy állandó formációm, és ennek nagyon... Ehhez nagyon nagy reményeket fűzünk ehhez. Két nap múlva játszunk például a Gitármánia Fesztiválon, és egy kurzust is tartunk ott. És egy ilyen kurzus jellegű koncertet, az egy két basszusgitáros dob billentyű felállás, nagyon érdekes, nagyon progresszív, szokatlan dolog, nagyon sokféle zenei irányzatot megenged ez, és nagyon kevesen csinálják ezt így, hogy két basszusgitár általában nem annyira elterjedt hangszerösszeállítás ez. Néztem a basszusgitárodat, hogy nincsenek rajta bundok, és hogy miért ilyet használsz? Tehát ez már egy bőgő? Nagyon jó kérdés, és örülök, hogy feltetted ezt a kérdést. Egy speciális hangszer, egy fretless basszusgitár, aminek a lényege az, hogy nincsenek rajta bundok valóban, és éjben fából van a fogólapja, mint a bőgőknek. Emiatt pontosan úgy szól, vagy körülbelül úgy szól, mint egy nagy bőgő. A jazzhez egy nagyon jó hangszer. Ezt használom a jazz koncertjeimen, ezt a hangszert. Egyébként egy mestergitár, tehát nem boltban vettem, hanem egy hangszerkészítő mester csinálta nekem a Kovács Sanyi bácsi papkeszén, ő készítette ezt a gitárt kb. 10-15 évvel ezelőtt, elég régen. Az előbb már egy fél mondattal említetted, hogy kurzust tartasz, én tudom rólad, hogy te tanítasz, és a mi kutyánk kölyke vagy, mert helyi vagy, a Dubai Pistivel együtt, aki szintén ma föllépett. Pontosan hol tanítasz, és mit tanítasz, meg kiket tanítasz? Hát a kurzusról annyit, hogy én személyesen nem tartok kurzus, Bodajkon lesz most egy jazz tábor, ami minden évben van. A Bágyi Balázs a művészeti igazgatója ennek a kurzusnak, ennek az egyhetes jazz kurzusnak, ott tanítok most. Ez július végén, 30-án indul, és akkor augusztus 4-éig tart, illetve tanítok még a Hangszintér művészeti iskolában, aminek a központja Bodajkon van, de itt Velencén is van egy telephely, ott is vannak növendékek, tehát sok helyen az országban. A Lovasberényben is tanítok a református zeneiskolában, ez a két hely van. És hány évesek ezek a növendékek, és mire tanítod őket? Ez egy érdekes dolog, alapvetően nagyon fiatalok is vannak köztük, ami azt jelenti, hogy másodikos, harmadikos kisgyerekek is vannak, idősebbek, sőt felnőttek is vannak. A legidősebb tanítványom azt hiszem 62 éves, a legfiatalabb pedig, nem tudom, 9-10. Még további sok sikert kívánok neked a nyára, remélem, hogy gyakran összefutunk még itt az elkövetkezendő időszakokban, és nagyon nagy élmény volt hallgatni titeket. Köszönjük, hogy ezt a speciális formációt elhoztátok ide, csak nekünk. Köszönjük, mi is köszönjük. Köszönjük szépen.